Pásztor Béla Tula 80. életévén még mindig aktívan irányítja Veresegyház napi életét. Még jócskán hangoztatták Magyarországon a megbonthatatlan szovjet-magyar barátságot és a szocializmus eszmeiségét, amikor hivatalba lépett. És jöhetett akármilyen ideológia, nem ingatta meg a székét a városházán. A Léleképítő sorozat vendégeként beszélt életéről és az elmúlt majd 5 évtized tapasztalatairól. A legfontosabb az emberi becsület. Voltak nehéz időszakok, voltak könnyebb időszakok, de az, hogy a feladat, vagy a környezet, vagy bármi más hamisan nyilvánuljon meg, az nem lehetséges. Tehát ha baj van, akkor a bajról kell beszélni, ha siker van, akkor a sikerről kell beszélni. Tehát az ember legyen nyitott könyv azok előtt, akik őt megválasztják. És az nyitott könyv, ebbe beletartozik a család, a mindennapi élet, hozzám bárki bármikor benyithatja az ajtót. Az én kapum soha nem volt bezárva, az ajtóm se, de olykor a feleségem bezárta. Tehát az a fajta nyitottság, amelyik azt az életet képezi le, amit az ember a mindennapokban megél. Engem soha nem érdekelt, mi zajlik a világban és mi zajlik Magyarországon az úgynevezett nagy politikában. Nem befolyásolta sohasem azt, mit gondoljak a világról, mondja. Én minden cselekvésemet az emberek szolgálatára végeztem, és ennél több nem kellett. Én nem voltam soha párttag, becsületesen éltem, tőlem bárki bármikor bármit kérdezhet, arra őszinte választ kap, és tulajdonképpen ez a lényeg. Engem bánthatnak, de ezt én nem veszem komolyan. Az élet játék. Van különböző végzettségem többek között, ugye rendezői, ismerem az emberi lelket. Az enyémet is, másét is, nem, akármit mondtak, bármit, nem hordoztam terhet, nem haragudtam az illetőre. Hát amikor feljelentettek, és bíróságra citáltak, tárgyalásokra jártam, mindig jó kedvén elmentem, és amikor az ítéletet meghozták, ugye egy fölmentő ítélet volt, aki följelentett, kijöttünk, megöleltem, és minden jót kívánt. És nem volt bennem harag, hogy most miért jelentett föl. Az emberi élet egy színház. Az egyik szereplő ezt a feladatot kapja, a másik szereplő azt a feladatot kapja, és ezt kell megélni. Ettől nem szabad menekülni, én nem mondom, hogy nincsenek nehéz helyzetek, és senki ne érse félre az én gondolkodás módomat, mert tudom, hogy van. Mindannyian másként viseljük a nehéz időket is. Én kívülről nézem magamat, meg kívülről nézem a világot is, ahova egyébként tartozom, és ez nem csökkenti a cselekvési kedvemet, de bármilyen tragédia előfordult, mert persze ilyenek vannak, nem sújtott le, és bármilyen siker nem emelt túl föl. Normálisan élek, mondja Pásztor Béla, olyan módon, ahogy ezt a világ akkor és ott éppen lehetővé teszi számomra. Ha végigmegyek a városon, én süvegelek meg először mindenkit. És ha kérdéssel állítanak meg, tegyék, ez a dolguk, nekem meg, hogy őszintén válaszoljak. De én mindig törtem a fejem valami huncutságon, és mindig szükségem volt rá, hogy vezető szerepet töltsek be. Én magamnak soha nem kívántam semmit, sem gazdagságot, sem pénzt. Ha valakinek segíthettem, akkor az utolsó filléremet odaadtam. Nem félek az élettől, nem féltem is, hát most már a vége felé járok, az Úristen majd megmondja, hogy mennyit ad még. De azt mondaná, hogy hát most jöjjön, akkor megyek.